Feldübörögtek a gokartok április utolsó hétvégéjén. Ezúttal Baranyai Vállalkozások nevezték be csapataikat, és indították el a cégek csatáját. A szabad edzések alatt még vizes pálya, a versenyre felszáradt, így jó körülmények között gokartozhattak a csapatok. A régi kispályás foci mérkőzés mintájára alkottuk meg ezt a kis sorozatot. Régen a csarnokban már egyszer elindult ez a sorozat, viszont most újraindítottuk. 5 cég van most jelen pillanat a városból, illetve a város környező vidékről, mert Bolyból is érkezett egy csapat, és elindítottuk ezzel a sorozattal talán ezt az első megyei bajnokságot. Ezt a versenyt úgy raktuk össze, hogy minden csapat saját csapaton belül csinálnak egy szabad edzést, ugye ez idő alatt meg tudják ismerni a pályát, a gépeket. Utána viszont minden csapatból a szabad edzés ideje alatt megfutott legjobb időeredmény alapján összerakjuk őket, és egy időmérőt, végülis egy kvalifikációt fut mindenki, de ott már minden csapatból ugye a legjobb ember megy a legjobbal, illetve a leggyengébb a leggyengébbel. Utána ezek az idő alapján csinálunk egy előfutamot és egy döntőfutamot. Itt az időmérőre, illetve a futamokra osztunk pontokat, és az összegyűjt pontok alapján fogjuk értékelni az egész csapatot, így jön ki egy végeredmény. Elég szoros szokott lenni. Most már hál' Istennek, hogy az időjárás elég kegyes volt hozzánk, a reggeli időben még nedves volt a pálya. Az első szabad edzéses körökben még picit nedves pályán mentek, de ügyesek voltak a fiúk, gyönyörű szépen felszárították a pályát, és ahogy mondtam, ugye kegyes az idő, most már ilyen 20 fokos időben gyönyörű szépen, talán az abszolút legjobb időket tudják futni. Ez, amit hétköznap használunk, ugye ez a 340 méteres nyomvonal, én úgy veszem észre a versenyzők között is, hogy ez a legnépszerűbb. Nyilván ugye a nagy, hosszú 503 méteres pályát, azokat kimondottam már csak a versenyzőknek, és egy sokkal nagyobb géppel használjuk. A cégek csatájára a Lafarge is nevezett egy csapattal. Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk egyébként, a BAT volt ebbe az élenjáró. Szombaton is össze tudjuk hozni így a cégeket, illetve a kollégáknak is tudunk egy jó szórakozást biztosítani. Viszonylag rövid idő alatt volt megszervezve, úgyhogy 6-an érkeztünk, illetve van 1-2 vendégszereplőnk is. Reméljük, hogy a jövőben ezt tudjuk bővíteni, ezt a kört majd. Tegnap délután egy kicsit még azért féltünk, hogy itt esős verseny lesz, de hála Istennek nagyon szép időnk lett, úgyhogy a pálya az egyre jobb és jobb. Most már csak a kifogásokat kell megtalálnunk, hogy miért rosszak az idők, úgyhogy jó úton járunk. Szórakozás eléri a célját. A csapattal azt várom, hogy érezzük jól magunkat, és nyilván, hogy tudjuk egymást egy picit ugratni azért így az időkkel kapcsolatban, és ez a jövő hétre egy jó témát szolgáltasson majd a munkaidőben. Többen is már voltak itt szerintem közülünk is, illetve itt látom azért a versenytársak közül is, úgyhogy alapvetően Pécs környékén ez egy nagyon jó pálya, és nagyon jó kikapcsolódást tud nyújtani a kollégáknak is, meg mindenkinek, aki ide jön. A tervek szerint további futamokkal folytatódik a cégek csatája versenysorozat.